Tamásiban a majális alkalmával most már több egyére a sporton volt a hangsúly, ez pedig nem véletlen, mondta el az egyik szervező, Cseresznyés Balázs. Felmérve a helyi igényeket, sportegyesületek voltak, illetve egyesületek, most már vannak más civil egyesületek is, hál' Istennek, akik képviseltetik magukat. Ők voltak olyan konstruktívak, hogy együtt megrendezésre kerülnek ezek a majálisok. A vírus miatt 2 évet ki kellett, hogy hagyjunk, most ismét visszatértünk, hála Istennek, a sportegyesületek örömére is, ugyanis ez nálunk egy sportmajális, tehát a sportegyesületek is bemutatkoznak, megmutatják a versenyzőiket, illetve népszerűsítik a saját sportágukat. Az együttműködés a sportszervezetek között nem csak a majális alkalmával mutatkozik meg, a TSS-e több sportszakágat foglal magába. Önkormányzattal egyeztetve, gondolkozva közösen az egyesületekkel úgy gondoltuk, hogy a Tamási Szabadidős Sport Egyesület felvállalja ezt a nemes feladatot, és de nem mondanám, hogy a Szabadidős Sport Egyesület dönt, hanem közösen a sportegyesületekkel megbeszélve, és az ő ötleteik alapján próbáljuk megrendezgetni Tamási sport életét. Ilyen hagyományosan a sportág választó még a másik ilyen eseményünk, ahol közösen vonulnak fel a sportegyesületek, illetve ha van rá igény, akkor az egyesületek által rendezett versenyeken, ha segíteni kell, illetve népszerűsíteni kell, akkor oda szoktunk még segíteni egymásnak. Nagy örömünkre, nagyon konstruktívak, segítőkészek, illetve segítenek egymásnak. Ugye ez a mai napon is bebizonyosodott, mert 2 helyszínünk van Tamásiban, most a majálisban. Kint a Tóvölgy horgásztónál is van egy majális. A Tamási Állatvédelmi Egyesület is képviseltette magát a parkerdőben megrendezett majálison, ahova védenceiket is magukkal hozták. Nagyon sok mozgás van, amit a kutyákkal is lehet végezni, és ez nem csak sportnak, hanem egyéb feltöltődésnek is megfelel, hiszen tudjuk, hogy a kutyák, minden kutya terápiás kutya, csak van amelyik szabadúszó. Például készítettünk egy kis talompályát itt. Itt az a feladat a gyerekeknek, és akinek van kedve, hogy megtanulna egy alapvető engedelmességet. Leültetjük a kutyát, elindulunk vele. Ez a sétára való rávezetést példázná. Erre készültünk. Aztán itt van mellettünk ez a gyönyörű erdő, amiben csodálatos sétaösvények vannak, és az is egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódás, és az is nagyon jó mozgás, hogyha az erdőbe, vagy mezőbe, vagy bárhol sétálunk a kutyákkal, akinek pedig ahhoz lesz kedve, azt pedig egy kis rövid sétát teszünk itt az erdőbe. Erre készülünk, de emellett még nyilván lesz rengeteg simogatás, meg kutyapuszi. Lelkes önkéntesekből pedig nem volt hiány, akik vágytak a kutyapuszira, és arra, hogy a négylábúakkal mozogjanak egy kicsit a nap folyamán. Persze olyan bátrak is akadtak, akik a földharc technikákkal ismerkedtek, és próbálták ki magukat ebben a sportban. Ennél egy kicsit szelídebb kikapcsolódási lehetőség volt az íjászkodás, ahol különböző távokból kellett eltalálni a táblát, vagy éppen a vadat. A pulzusszám emelő ugrókötelezéssel is többen ismerkedtek, a tapasztaltabbak különféle koreográfiákkal kápráztatták el az érdeklődőket. A nap folyamán a labdasportokból sem volt hiány, a kosárlabda és a futballpálya is megtelt fiatalokkal, akik a számítógép helyett a szabad levegőt és a sportot választották. Idegnyugtató sport előtt is lehetett hódolni a város másik végén található Tóvölgy horgásztavon, ahol ponty, harcsa, csuka, süllő, sügér várta, hogy csalira akadjon. Közel 150-en töltötték a napot a tó környékén. Tavunk még annyira nem ismert, sajnos, de úgy veszük észre, hogy egyre többen jönnek. Jöttek messzebbről is, Kaposvárról, Tárnokról, tehát Hódmezővásárhelyről, tehát jöttek egy jó páran. Van 12 faházunk, amiben megtalálható 2 ágy, 2 szék, 1 asztal, ők nomád faházak, tehát villany nincs bennük sajnos, és illetve van egy VIP faházunk, hűtő, mikro, tévé, 4 ágy, fürdő. A katona család Magyarkesziről érkezett, István 4 éves volt, amikor először fogott horgászbotot a kezébe, a nyugalom, amit ilyenkor tapasztal, újra és újra visszacsalogatja a vízpartra. Álma sikerült 4 darab pontyot, ilyen 5-6 kilósakat, és öcsém az élete első amúriát megfogta, és hát valsavas pop-upokkal szoktunk, bojlival, de igazából minden ilyen valsavasakra jött, úgyhogy nagyon mással nem próbálkoztunk még. Családdal mindig csinálunk programokat, mindenféle programot kitalálunk. Most az idei az horgászat lett, úgyhogy ennyi a történet. A régebbi május elség azok még, a gyerekkoromban azok még igaziak voltak.
reggel 6 órakor ébresztő, zenés ébresztő volt. Jó, mai nap is most hallottuk, itt járták, Fubon zenekar járta itt a környéket, és azok húzták a zenét. Én 11 éves korom óta Dunai horgász voltam először. Meg Komárom-Esztergom megyéből költöztünk ide Magyarkeszire, és azóta horgászok. Ilyenkor nyugodt az ember. Az egész heti fáradalmait itt ki tudja pihenni. Mai nap 2 pontyot sikerült fognom, meg 5 darab kárászt. A legnagyobb az 4 kg húzdeka volt. És popápra jöttek jobban. A tamási majális alkalmával minden korosztály találhatott kedvére való elfoglaltságot kint a szabadban.